a Cashport nézőit, én Szarvas Zsombor vagyok, mai beszélgetőtársam Kidul Zoltán, az SC Hírőség új vezetőedzője. A koronavírus után június 1-től ugye te lettél az SC Hírőség új vezetőedzője és szakmai igazgatója, szakmai vezetője. Mit vársz az új szezontól? Sziasztok! Hát elsősorban, amit el szeretnék mondani, hogy egy fél éves tervben gondolkodunk, ahol részletes programokat már kidolgoztunk erre a fél évre. Szeretnénk elindítani a hírőséget itt a vírus utáni időszakban. Nagyon sok rendezendő dolgunk van, de úgy érzem, hogy sikerült megoldani egy csomó problémánkat, és új úterővel várjuk a szezont. És még ezek a problémák, vagy mik voltak ezek a problémák? Hát nem tudtunk ugye elsősorban edzeni, a bajnokság idő előtt vége szakadt, és innentől kezdve senki nem tudta azt, hogy mikortól kezdhetünk újra, és hogy hogy fog a bajnokság lezajlani. Jelen pillanatban a felnőtt csapatunk befejezte a szezont, kíváncsian várjuk, hogy mikortól tudunk újra benevezni a megyekettes bajnokságba, illetve a csapatainkat is szeretnék a Kölyök Ligába és a Bozsik programba is benevezni, illetve egy pár tornát szeretnénk még ezen felül a kisebb korosztályoknak biztosítani, és ez mellett már szerveztem egy jó pár edzőmérkőzést, ahol addig szinten tudunk tartani, fel tudunk készülni, és tudjuk biztosítani a gyerekeknek a folyamatos fejlődést. És tervben van még a felnőttnek a megy egy, vagy az egyelőre jó ábrán? Jelen pillanatban a megye 2-es csapattal számolunk, szeretnénk mindenkit megtartani, én személy szerint mindenkire számítok. A megye 1-et úgy érzem, hogy nem lett volna időszerű most jelen állás szerint bevállalni. Egy idősebb korosztályunk van, nekik a megye 2 ami az elképzelt és az ideális. Jelen pillanatban a csapatunk a megye 2 élcsapatához tartozna, és nem tudjuk áthidalni azt a minőséget, hogy egyből egy megye 1-es erős, stabil középcsapat legyünk. És lesznek erősítések, vagy voltak távozók esetleg? Jövő héten pénteken lesz egy megbeszélésünk, ahol mindenkivel négy szem közt leülök, és megbeszéljük a folytatást. Én mindenkire számítok, szeretném azt, hogyha ezt a csapatot, amely jelen pillanatban ugye nem hivatalosan, de több pontos előnnyel, hogy is mondjam, ideiglenes bajnokként zárt, ezt mindenféleképpen szeretném megtartani, és pár erősítéssel még megerősíteni, hogy biztosítva legyen a folyamatos jó szereplés, és hogyha sikerült elérni egy ideális átlag életkort, amivel bele tudunk vágni a megye egybe, akkor újra elgondolkozunk, és akkor már egy erősebb csapattal tudunk átlépni az erősebb osztályba. Említetted, hogy idősebb csapat vagytok, nem félsz esetleg attól, hogy az idősebb játékosoknál nem lesz meg a tekintélyed? Ettől egyáltalán nem félek, mert a csapat összhang, a csapat kohézió az eddig is megfelelően működött. Természetesen egy csomó másik edző is játszik nálunk, úgyhogy ilyen tekintetben ettől nem tartok. Nyilván nekem is bizonyítanom kell, el kell fogadtatnom velem vagy velük magamat, de úgy érzem, hogy ez az összhang ez eddig is megfelelő volt, és szerintem ebből nem lesz semmilyen probléma a következő évben sem. Rendben, Zoli, köszönöm szépen, és sok sikert kívánok nektek, nektek pedig köszönjük, hogy megnéztétek a videót, tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok! Sziasztok!